Sziasztok, én Fáj Ádám vagyok, ez pedig itt a Kriptovadász, a kriptopiaci szakmai tematikus csatorna, és a mai műsorunkban arról lesz szó, hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni a különböző ciklusokat, mert azt látom, hogy az elmúlt időszakokban felütötte a fejét a hurrá optimizmus és az irdatlan nagy, indokolatlan pánik, és nehéz különbséget tenni, hogy sokkal kinek van igaza, úgyhogy döntsenek a számok, úgyhogy egy olyan itinert fogunk ma bemutatni, ami mindenki számára segítséget jelent abban, hogy objektíven fel tudja térképezni, hogy sége melyik gazdasági ciklusban vagyunk. Nagyon sok hasznos info fog ebben elhangozni, úgyhogy szerintem célszerű ezekből egy kis jegyzetelt kivonatot készíteni, amit az ember beépít az úgynevezett kereskedési naplójába. Ha nem szeretné a jövőben lemaradni az ilyen jellegű infokról, anyagokról, mindenki piratkoz fel a csatornánkra, illetve hogyha videó alá nyomsz egy lájkot, az egy objektív feedback lesz hogy szeretnél még ilyen jellegű tartalmakkal találkozni. Két rövid szolgálati közleménye, videó alatti leírásban elérhető Patreon linkünk, ide töltjük fel a különböző anyagokat, a különböző hírkiértékeléseket, elemzéseket és a különböző portfólió lépése lépéseket, portfólió frissítéseket. Ugye most a szakadásban is léptünk, voltak portfólió lépéseink, de konzervatívan, óvatosan tényleg nem azért, hogy elkövessük az overinvested állapotot, mert hogy az szerintem nagyon kockázatos. Nem teszünk túl sok tojást egy kosárba, ez is nagyon fontos, mert összetörnek a, a tojások egyben a kosarunkban, hogy a megrecsen a piac, hogy a kriptopiacon, azért nagyon fontos tudni, hogy nagyon-nagyon-nagyon együtt mozognak az altok, szóval ha emelkedik a piac, akkor együtt emelkednek, a csökken, akkor együtt csökkennek, szóval hogyha a gazdaságban bármilyen krízis beüt, akkor az altok egyszerre dobják rá a rigaláncot, nem úgy, mint mondjuk a részvénypiacon, ahol, ahol azért vannak defenzív eszközök, amikbe tud menekülni az ember. Szóval emiatt az elmúlt időszakokban picit konzervatívabbak vagyunk, de szerintem ez nem baj, ez inkább előny, mert így is tartalék Tud képezni az ember arra a helyzetre, hogyha um, van mibe bevásárolnia, úgy agresszívebb módon, de én ezt mindig úgy szoktam elképzelni, hogy a nyereségek terhére érdemes megvalósítani, ezért így is szoktunk cselekedni, a nyereségeink terhére szoktunk egyre nagyobb kockátot vállalni itt a Patreon közösségünkön belül. Így építettük fel 2022-től is ezt a mostani befektetési eszközállományunkat, amivel rendelkezünk, hogyha valaki követte az anyagainkat, vagy hogyha valaki visszanézi az anyagainkat. A komment szekcióban pedig elérhető az oktató az oktató anyagainknak, a videó oktató a csomagosított verziója, itt a gyakorlati kriptotudás videó kurzus sorozatunk, amiben benne van, hogy hogy érdemes egyetek kriptózni, hol érdemes projektek után kutatni, hogy érdemes portfóliót összerakni, a blokkláncszerzés kurzus rengeteg gyakorlati elemet tartalmaz, hogy hogyan tudjuk analizálni a blokklánc mozgásokat annak érdekében, hogy tényleg nem mi legyünk az exit liquidity, ez nagyon fontos, meg hogy ne csináljuk azt, hogy nem szállunk be, amikor amikor tényleg olcsó például a bitcoin, de mi alapján olcsó a bitcoin? Mit jelent például az mvrvz score ugye, amikor a, a realized value-hoz képest uh, eltér a piaci kapitalizációs érték, a market value, szóval, hogy ezek mit jelentenek, mi, mi az az inflexiós pont, ami előtt már célszerű bevásárolnunk a kriptopiacba, vagy amire például építettük a 2022-es évvégi stratégiánkat, amikor meg a piacnak az szóval, de ezek szerintem mind nélkülözhetetlen infók, ugyanúgy az is, hogy mikor érdemes kikesselni a piacról, ugye ez ennek az inverze. Ezért hoztuk létre az exit uh, kurzusunkat, amiben benne van az, hogy milyen metrikák mentén, milyen mutatók mentén uh, hozunk döntést arról, hogy kikesseljünk a piacba. Sokkal több pénzt szoktak az emberek benne hagyni a piacba, mint amennyibe az ilyen jellegű kurzusok uh, kerülnek. Ezt mindig el szoktam mondani, mert hogy tényleg az a legjobb befektetés, hogyha az ember saját magába, a tudásába fektet, illetve itt van a gazdasági kurzusunk, milyen ciklusban, milyen mutatókra érdemes Figyelni, milyen ciklusokban, milyen befektetéseket eszközölhetünk, hogy például a defenzívek tudjunk maradni, illetve egyáltalán hogyan épülnek fel a ciklusok. Ugye erről ma is lesz szó ebben a mostani anyagban, szerintem érdekes lesz illetve ott van a tőzsdei részvénykurzusunk, hogyan tudunk alulárazott részvények után kutatni, hogyan tudunk osztalékportfólió stratégiákat, nyugdíj előtt stratégiákat kiépíteni, egyáltalán hogyan működik a részvénypiac, szerintem ez is nagyon-nagyon izgalmas, ilyen összetett világ, amit illik legalább egyszer megtanulni. Ha már az emberi például egy kriptózik, akkor annak a testvér palettája a részvénypiac, szerintem érdemes megtanulni ezeket. Szóval ez így csomagosított verzióban elérhető a videó alatti komment szekcióban, most pedig akkor kezdjük is el. Olyan jó lenne, hogy ez egy olyan virtuális beszélgetés lenne, hogy én is látnám azt, aki most épp nézi ezt a, ezt a műsor, mert hogy az a helyzet, hogy akkor biztosan meg kellene, hogy tedd föl a kezedet, hogyha te is ezt tapasztaltad, hogy akármilyen ciklus van, az jön az emberre szembe, hogy most vegyél. És ugye én kétféle ilyen tanácsadást látok így a piacon. Az egyik tanácsadó azon ön túl óvatos. Mert ő ijesztget, azt mondja, hogy ez inkább egy időszak, itt nagyon komoly apokalipszis jön, stb. Elfeletteti azt a befektetőkkel, hogy az, amire mindenki készül, azt már a piac. Tehát, tehát az általában szunyogcsípésként jelentkezik a piacon. De a másik típus pedig az, aki folyamatosan azt mondja, hogy be kell fektetni, befektetni, befektetni. Én mind a két tartalom, tehát mind a két szélső pólus érdekes, ugye? Hogyha, hogyha az ember főrajzolja a falra a fekete medvét, vagy barna medvét, meg a másik, az, az is érdekes, hogyha az ember a bika piacokról áradozik. De, de olyan ritkán hallok, hogy most várj ki egy kicsit, hogy gyűjts több magabiztosságot azzal kapcsolatban, hogy melyik ciklusban vagyunk, hogy várd meg azokat a makroadatokat, amik segítenek körvonalazni azt, hogy milyen ciklusban vagyunk, és hogy addig nem maradsz le a piacról egy olyan környezetben, ami egyébként a piacnak a pattogását idézi elő. Na most nyilvánvaló, aki folyamatosan azt mondja, hogy fektesbe, 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 egyszer igaza lesz, és amikor akkor mondja, amikor már el is indulnak a piacok, akkor nem érdekes, hogy előtte egy évvel is ezt mondta folyamatosan, azt fogja mondani, hogy megmondta, és, és általában azzal takaroznak sokan, hogy ez maga a DCA. Ugye, hogy a DCA-vel nem tudsz mellé lenni, dollár, cost, averaging, folyamatosan vegyél, vegyél, vegye, de a helyzet az abszolút nem ez, hát nem tudsz mindent folyamatosan venni, ráadásul nem tudsz így lineárisan diversifikálni, tehát nem tudod azt csinálni, hogy amikor már egy szektorban túl nagy a kitettséged, akkor mellé fölkalibrálsz egy másik szektorból, egy defenzívebb eszközosztályból, például a tőzsdénnél maradunk, akkor a recessziós ciklusokban általában jól szoktak teljesíteni a utility szektorok, vagy a közüzemi szektorok, mert közüzemi számlákat általában utoljára nem fizeti be az ember, tehát azokat kötelező jelleggel kényszeresen fizeti az ember, azoknak van ilyenkor túlélési bevételük, ott még osztalékfizetések is elképzelhetőek. Szóval ezt nem tudja megcsinálni az ember, hogyha folyamatosan dc -t. Szóval ez egy közhely ezzel e, dobálózni. És mondom, a, a, másik pedig az, hogy aki recessziót kiabál, ezt a múltkori e, műsorban is beszéltük, egyszer igaza lesz, hiszen a recesszió maga egy ciklus. De most nézzük át azt, hogy milyen ciklusok vannak, mert én azt gondolom, hogy ebből lehet igazán sokat tanulni, és hogyha ebből lehet tanulni, akkor így világosítsuk fel egymást, hogy melyik ciklusban egyetem milyen makroadatokra érdemes koncentrálni, vagy hogy én például miért azokat a makroadatokat szoktam figyelni az adott ciklusokban, amik leírják azt, hogy egyáltalán ténylegesen ott vagyunk-e, vagy már következik a következő ciklus. Szerintem ez egy izgalmas rész. 2008 óta, mióta pályán vagyok, ez már a többedik recessziós ciklus, amivel szembenéz a gazdaság, és ha valamit megtanulhatunk, akkor az biztosan az, hogy ezeknek azért eltér egymástól a különböző fokmérőjük, mert hogy vannak durvább recessziók, azért szerintem pont amikor én kezdtem a pályafutásomat, a 2008-as válság, azért az nem egy szúnyogcsípés volt, de a, a 2020-as COVID-válság recesszió szemüvegen keresztül nézve, az inkább egy szúnyogcsípés volt, mert az egy nagyon gyors V-alakú válság volt, egy szimpla V-alakú válság. Beleesett a gazdaság, mára egy jegybank tette a dolgát, quantitative easing program keretén belül picit túlhúzta a gázkart, azért azt lehetett látni, hogy túl gyorsan gyorsított föl a gazdaság, és a fiskális politika is, a költségvetési politika, meg a kormányzati politika is tette a dolgát, rengeteg helikopterpénzt osztottak, nagyon gyorsan tud kilábalni ebből a gazdaság. Nyilván a mai napig az egy lendületi energiát a de a 2008-as uh, Szápráim hitelválság azért az egy komolyabb ö, dolog volt, ott ö, nem csak az volt, hogy hitelt, fizetésképtelenné váltak a, 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 hitelfelvevők, tehát a retail, hanem a mögöttes eszközök, amik fedezetű szolgáltak a különböző hitelekre, például az ingatlanok is, elértéktenettek, így a hitel fedezeti biztosíték az gyakorlatilag nagyon gyorsan devalválódott, és kialakult egy ilyen nagyon gyors buborék katasztrófa, ami hát sok pénzintézetet el is söpört. Főként Európában ilyen két vált a gondolkodás, hogy vagy nagyon brutális recessziót áraznak fejbe a befektetők, vagy brutális optimizmus az, ami jelenti őket, holott igazából négyféle ciklus van. És szerintem, hogyha megnézzük a négyféle ciklust a, a így szakmai szemmel, akkor ez el fog tudni világítani arra, hogy melyik ciklusban milyen makroadatokat miért érdemes vizsgálni, és hogy most ezekben a ciklusokban, ahol most vagyunk, miért azokat a makroadatokat vizsgáljuk, amiket vizsgálni szoktunk itt a különböző műsorainkban. De ha a ciklusokat átnézzük, akkor az első ciklus az a korai növekedésnek a ciklusa, és ez már is segít eloszlatni azt, hogy itt kétféle gondolkodás van a megyünk fölfelé, vagy az esünk lefelé, mint a kő. Ez a megyünk fölfelé, mint a rakéta ciklus. Ez a korai növekedés ciklusa, ez szerintem a legtöbben, akik most így a kriptóba belecsöppentek, ők 2020-ban találkozhattak ezzel, és azért lett izgalmas a pénz, szerintem sokak számára, mert ott láttunk egy brutál parabolikus emelkedést, tehát mindig el szoktam mondani, hogy a Tesla 2021-ben 1600%-ot emelkedett, és hát nem különben a különböző altok is, a bitcoin is azért kivette ebből a részét, de mondom az altpiac az meg brutálisan, dübörgöcsön szóval nem lehetett mellélőni. Uh, ez a növekedési kezdetnek a ciklusa, ilyenkor a GDP látványosan elkezd növekedési pályára állni, és ez abban is tetten érhető, hogy növekszik a foglalkoztat. Totság, gyakorlatilag itt a Fed él a kettős mandátumával, mert a teljes foglalkoztatottság irányába próbálja terelni a, a gazdaságot. Na, a hitelezés kezd növekedni, ugye ez az, ahol be tud avatkozni a Fed a hitelkamatokban, a hitelezés kezd növekedni, mert hogy ebben az időszakban már uh, egyfajta ilyen semleges kamatszintet üt a, a jegybanki politika, ezt natural Rate-nek vagy ersztárnak uh, is szoktuk nevezni, a semleges kamat uh, láb, amikor már tényleg olyan olcsó a hitelezés, hogy gyakorlatilag a hitel alapú gazdaság, a, a növekedési pályát így brutálisan gyorsan elérik, és, és brutális szinten ö, tudják képviselni. A nyereség gyorsan nő, tehát, tehát ez a, az olcsó hitelezés, ez beépül a a vállatszervezésbe, a vállatfejlesztésbe és az értékesítésbe is, gyakorlatilag fogyasztói oldalon is, tehát a nyereségkulcsok ezek brutálisan nőnek, hát ilyenkor tényleg találkozunk, hogy így rendszerint így fölül reprezentálják a negyedéves gyors jelentésekben közétett adatok az elemzői konszenzus, tehát brutálisan nő minden, nem csak az értékesítés, hanem mondom a második sor is, a nyereség is ebből a szempontból, tehát a könyv szerinti második sor. Na, a politika továbbra is támogató ezekben az időszakokban, tehát itt a az adópolitika is kedvezőbb ebből a szempontból, illetve a, a mondom még egyszer, a monetáris politika is, tehát a jegybank politika is de, támogatóbb. Hát ezekben az időszakokban a Fed meg szokta nyomni a kvantitatív easingnek a turbó gombját. Alacsonyak a készletek, és javul az értékesítés. Tehát itt még alacsonyak a készletek, itt még nem mernek bekészletezni a. a a vállalatok, vagy az értékesítők, a kereskedők, de javul az értékesítés, tehát javuló értékesítési számokat látunk ebben az időszakban. Ez például megmutatja a retail sales adat, vagy a core retail sales adat, ebből kaptunk ma, vagyis most a héten is adatokat. A következő az a növekedés-tetőzési ciklusa. A növekedés-tetőzési ciklusa ott uh, arról ismerkezik, hogy általában már erős a, a hitelállomány növekedés, tehát azt látjuk, hogy már, ha nem is szügyik, de már mindenki elkezd látványosan eladósodni, a vállalatoknak is növekszik a, az eladósodottsági mutatójuk, ez többféle tőzsdei mutatóban is mérhető, a depth to a, depth, to equity ratio például, ez egy uh, látványos mutatója ennek, de erről szó van például a részvény kurzusunkban, tőzsdei kurzusunkban. Erős a hitelállomány növekedés, mind fogyasztói, mind vállalati oldalon. Uh, a profit növekedés az csúcsra jár, tehát ez tényleg az a ciklus, amikor már aztán minden, minden elemzői várakozást meghalad a profit növekedés, és már senki nem hiszi el, hogy van följebb. Uh, itt még mindig semleges a politika, tehát ez egy politika semleges időszak, uh, se nem korlátozó, se nem támogató. Ebből a szempontból már és a készletek és az eladások növekednek. Ez az egyensúlyi helyzetnek a beállását szimbolizálja. A készletek azért növekednek, mert már van egy eladói, értékesítési növekedési trend. Ehhez próbálják feltrenírozni magukat a, a különböző kereskedők, és hát nyilvánvaló, hogy minél gyakorlatilag nagyobbak a készletek, annál nagyobb lesz az ő nyereségkulcsuk, tehát minél több készletet halmoznak föl, minél nagyobb tételben importálnak hozzá alapanyagokat, minél nagyobb mennyiségben áll az áru a polcokon, annál ö, ö, nagyobb nyereségkulcsokkal tudnak gazdálkodni, ha mondjuk az árat megtartják ugyanazon a szinten, vagy mondjuk az elmúlt akkori időszakoknak a tendenciája szerint emelik is. Szóval itt már azt látjuk, hogy a készletek és az eladások egyensúlyban növekednek egymással. És itt az érdekes, hogy egyébként ezt úgy szoktuk felismerni, hogyha például megnézzük a Q4-es időszakot, a Q4-es ciklust, a negyedik negyed évet, ott a Black Friday, meg a karácsony az brutálisan erős egy ilyen növekedési ciklusban. De össze tudjuk hasonlítani az előző év azonos ciklusával, azt látjuk, hogy ég és föld, mert mindig a, a vagy nagy általánosságban a negyedik negyed év az brutálisan erős, de amikor összehasonlítjuk ezek ebben a ciklusokban a negyedik-negyed az előző év azonos időszakával, az előző negyedik-negyed azt látjuk, hogy nagyon nagyon-nagyon megfejeli az értékesítés a, a, és a nyereség kulcsok az előző év negyedik-negyed Szóval ez, ez a növekedésnek a tetőzési ciklusa. A következő ciklus az pedig a mérsékelt növekedési ciklus. Ez az úgynevezett kései szakasz, és nekem az a véleményem, hogy ebben a szakaszban van most az amerikai gazdaság, ezért is célszerű ezt átvizslatnunk így gyors vágtában. A növekedés mérséklődik, tehát itt azt jelenti, hogy még mindig a GDP növekszik negyed év per negyed év alapon, de ez a növekedés ez már elkezd halványulni, elkezd mérséklődni, tehát nem fejeli meg az előző negyedéveket, még pluszban van, de már kisebb mértékű pluszban, mint az előző negyedév. Ugye itt ez szokott sokszor csalókkal nem mert azt hiszik az emberek, hogy ez már egy gazdasági zsugorodás, de ez nem gazdasági zsugorodás, mert ugye, hogyha valami nőtt az elmúlt negyed évben, az az előttihez képest, mert 10 ot most csak mondtam egy telefonszámot, és ahhoz képest növekszik a következő negyed évben még 5 ot akkor az mindig egy brutális növekedési pálya, hiszen a 10 hoz képest nőtt még 5 ot de hogy sokan ezt úgy értelmezik, hogy ha nem a 10-nél nagyobb a szám a negyed évben, akkor az, az recesszió, ez nem így van. Szóval itt még növekedésben van a gazdaság, de a növekedés már mérséklődik. A hitelezés itt már szigorodik és szigorodott, Ugye ez a restriktív kamatkörnyezet, amiben most is vagyunk, és nyomás alatt van emiatt a vállati eredmény, mert hogy már a vállatok sem tudnak refinanszírozó kölcsönökhöz jutni olyan ö, könnyedén, és gyakorlatilag itt restriktív a politika, tehát megszólító kamatkörnyezetről beszélünk, és egyébként fiskális politikai oldalon is, meg, tehát korma, mondjuk azt a költségvetési, meg kormányzati oldalon is már egyfajta megszólító környezetben vagyunk, nincs pénzosztás, és a készletek nőnek, viszont az értékesítés növekedése csak. Tehát itt már azt veszük észre, hogy a felhalmozott készletek, amikkel előre terveztek az értékesítők, a kereskedők, azok már nem mennek el, és az értékesítésnek a növekedési üteme csökken. Na most mi a helyzet napjainkban? Ugye a, a, mostani ciklus az nagyban eltér a korábbi azonos ciklusoktól. Tehát késői ciklusban vagyunk, a késői szakaszban, de ez nagyon nagyban eltér a korábbi ciklusoktól. Beszéljünk pár szót arról, hogy miben tér a korábbi ciklusoktól. Például abban, hogy a, a nyomás alatt van a vállalati eredmény. Hát ugye a hitelezés az szigorodik, és a, a, ilyenkor ez a fogyasztásban is egyből szembe tűnik, csak hogy az a helyzet, hogy hiába emelték az elmúlt időszakokban a kamatlábakat, nagyon sok fogyasztónak nem emelkedett a törlesztő részlete, mert tanultak a múltból, és gyakorlatilag fix kamatozás mellett vették föl a hiteleket. Tehát ők igazából kamat semlegesek. Ezért nekik nem nőtt a törlesztő részlet, magyarán mondva nincs uh, egyfajta olyan nyomás kényszerük, hogy kevesebbet költsenek, mert több a kötelező hitelkiadásuk. Ebben már eltért át a korábbi azonos ciklusoktól ez a mostani ciklus. Uh, nem beszélhetünk restriktív politikáról kormányzati szinten, mert ugye a monetáris politika, tehát a jegybank politika, ez megszorító, ugye ez jelenti, hogy restriktív, de, de a kormányzati kiadási oldal az nem az. Hát soha ennyien nem dolgoztak még a kormányzati szektorban, tehát itt brutális magas szinten bővíti a kormányzati apparátust a most nem tudom azt hogy Biden adminisztráció, mert hogy Kamala Harris administration, így kéne mondanom, de hogy, de hogy gyakorlatilag Brutális magas szinten növelik a kormányzati apparátust, ugye minél többen helyezkednek el a, a kormányzati munkavállalói körben, annál többen hozzájárulnak így ezen a fronton is a GDP növekedéshez, ez is plusz bérezés. De ez csak egy példa, hát ott van a felső korlát nélküli Treasury Bill nyomtatás, tehát rövid lejáratú kincstárjegyeket bocsát ki felső korlát nélkül az adósság finanszírozása érdekében. A, az Egyesült Államok kormányzata, szóval ilyennel sem találkoztunk így nagyon a korábbi ciklusokban. Szóval ebben nagyon sokban tehát eltér már is a, a mostani kései szakasz, a korábbi késői szakaszoktól, és azt is látjuk, hogy az értékesítési növekedés nem csökkent, hát pont ezen a héten kaptunk retail értékesítési adatokat, meg, meg ritél értékesítési magszámokat is, és azt látjuk, hogy növekedett az előző időszakokhoz képest a kiskereskedelmi forgalom, a kiskereskedelmi értékesítés, ráadásul konszenzus fölött növekedett, ami azért megint csak kicsit csalóka, tehát hogy megint nem a késői szakaszokra jellem tehát ez a késői szakasz ez nagyban eltér a korábbi késői szakaszoktól, és itt azt látjuk, hogy nyomás alatt szokott lenni a vállalati eredmény, de most azért sincs nyomás alatt, mert különböző kreatív módokat találtak ki a vállalatok, hogy refinanszírozzák a korábbi adóságokat. Például nagyon sokan konvertibilis notokat bocsátanak ki, ugye ez az, ami részvényre váltható. Ő azonnal megkapja érte a pénzt, de gyakorlatilag dilutálta a részvényállományt, tehát gyakorlatilag higította a forgalomban lévő részvényállományt, és, és ö, ö, gyakorlatilag ezt a jövedelmető működési hatékonyság növelése tudja fordítani. A Microsoft úgy ugorhat be sokaknak, mert hogy nem működési hatékonyság növelése fordítja, de nem arra, hogy bitcoin készleteket halmozzon föl. De ugye nagyon sok vállalat a konvertibilis nótokat annak érdekében használja, hogy működési hatékonyságra fordíthasson extra bevételeket, amiket részvények útján kell majd visszafinanszíroznia valamikor 10-15 év múlva. Tehát ez egy brutálisan ö, ö, új típusú. Korábban is volt ilyen, de nem ilyen mértékben. És ami Vezetett az az, hogy nagyon sok vállalatnak az úgynevezett CDS felára nem nőtt, hogy ez a credit default swap, a kockáti, a hitel nem, vissza, nem fizetési kockáti felára nem nőtt, mert az Egyesült Államokban az államkötvénypiacnak olyan csúcseradósodottság miatt eléggé magas lett az elmúlt években többször is ilyen volatilisen, de többször is a credit default swapja, tehát ez a hitel nem fizetési csereügylet, ami egyfajta ilyen fedezeti ügylet, hogy ha nem fizeti vissza az adósságot az állampapír után fizetendő adó az Egyesült Államok, akkor ez a CDS termékkel mi gyakorlatilag le vagyunk kockázat fedezve, mert hogy, mert hogy lehívhatjuk a nekünk járó kest. Na, minél jobban növekszik ennek, ezeknek a CDS-eknek a felára, annál kevésbé vonzó mondjuk az, az adott kötvény a befező számára. Most az van, hogy az Egyesült Államoknak az egyre romló hitel besorolása miatt is növekedett a CDS felára, de közben a vállalatoknak nem. És ez hozzá -e tartozik, hogy a megelőző években a vállalatok akkora mennyiségű free cashflow-t tudtak felhámozni, ugye szabad Kézpénzállományt, ebből rengeteg uh, buyback programot tudtak végrehajtani, sőt, ezt a készpénzállományt be tudták fektetni 4% körül állampapírba. Tehát ez a 4% az 4% nyereség ezen a tőkén. Tehát a felhalmozott tőkén 4% nyereség. Oké, okay, hogy ez nem infláció fölött 4%-ot jelöl, hanem ebből valamekkora rész az infláció az elmúlt időszakban mindig csökkenő módon, de hogy ez, ez gyakorlatilag talált pénz nekik, brutális nyereségkulcs évi szinten 4%, úgyhogy nem kellett csinálniuk semmit aminek a nyereségét megint csak buyback programokra fordították. Itt dollár, száz milliárdokról beszélünk ágazati szinteken, a technológiai, szint, a technológiai szektorban, meg még kimondani is brutális, hogy milyen számok. Szóval nagyon sok mindenben eltér ez a késői szakasz a megelőző ciklusoknak a kései szakaszától, és ezért van az, hogy itt nem így vágják el a, az emelkedést. De a piac megmutatta, hogy egyébként mennyire tart a recessziótól, úgyhogy az, hogyha elvágják az emelkedést, az azért van, mert nagyon sokan ö, bepánikolnak, és ebben azt gondolom, hogy a modern történelem nagyon jó, mert hogy nagyon gyorsan terjednek a hírek a Twitteren, vagy most már Exen, meg, meg, a különböző média platformokon, úgyhogy nagyon könnyű bepánikolni. Ráadásul azért hozzáteszem, hogy most már van az úgynevezett algo trading, ami nagyon kifinomult, mert különböző hírekre állítják a botokat, és amikor megjelenik egy hír, hát például egy recessziós indikátor aktiválódik, és ezt így elönti a médiát, de akkor a különböző hírmédiumokat, akkor akkor történik egy látványos sell off és abban az időben meg is nyílik a sort ezeknek az algotradereknek a, 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 számláján, mert hogy gyakorlatilag hírekre kereskednek azonnal, Ez egyébként a bitcoinban nagyon sokszor tetten érhető az elmúlt időszakokban, mert amikor valamelyik kormányzat mozgat készleteket, most ilyen volt a német kormányzat, de napjainkban meg ilyen az amerikai kormányzat, akkor algotrading alapon azonnal megtörténik az eladás, és sokan azt gondolják, hogy itt tök jó, hogyha időben megszerzed ezt a hírt, hogy de nem tudsz gyorsabb lenni, mint ezek a high frequency trading botok amik, amiket dollár csilliárdokból fejlesztenek ki, és biztonsági őrök őrzik a szerver szobákat, ahol ezek gyakorlatilag futnak minél közelebb az elszámolóházakhoz, mert itt már az is számít, hogy ki van közelebb az adott elszámolóházhoz, hogyha részvénypiacról beszélünk, mert annál gyorsabban megy be a jel, vagy ki van közelebb a nezdekhez, mert annál gyorsabban megy be a jel. Szóval, de ez ténylegesen így működik, hogy a Wall Street-en, a, a NESDEC környékén ott ki van adva egy csomó iroda, ahol nem dolgoznak emberek, hanem konkrétan szervereket üzemeltetnek, de ez, egy olyan piaci szegmens, amihez hát gyakorlatilag lehetetlen hozzáférni. De, tehát de való igaz, hogy amint megjelenik egy rossz hír, főleg így, hogy ki van érezve a piac a recessziós félelmekre, ott gyorsan tud kialakulni egy sell-off, sokaknak aktiválódik a stopja, és ez egy nagyon mély leszúrás tud, egy flash crash tud okozni, ez elkerülhetetlen, valószínűleg ez, ez, most sem lesz másként. Na most ez a késői szakasz tehát, de még nem vagyunk így a recessziós ciklusban. Mit jelent a recessziós ciklus? Ugye ez egymás követő két éves gazdaság gazdasági zsugorodás jelent GDP alapon, csökkenő gazdasági aktivitás, tehát itt már csökken a fogyasztás, csökken a kiskereskedelmi értékesítési forgalom és a többi, a hitelek ezekben az időszakokban abszolút ellapadnak, azt látjuk, hogy a nyereség csökken, nem csak, hogy csökken az előző időszakokhoz képest, hanem általában a konszenzus alatti ö, csökkenéseket is látunk, tehát van egy konszenzus, és az alatt teljesítik a vállalatok a, a, a gyakorlatban a... Az értékesítéseket és az ehhez kapcsolódó nyereség kulcsok is a, a koncezus alatti mértékben jelentkeznek, illetve a politika ebben az időszakban már elkezd enyhülni, tehát azt látjuk, hogy például a költségvetési oldalon, a kormányzati oldalon megjelenik a, az adó csökkentéseknek a politikája, hogy egy kicsit kedvezzenek a vállalatoknak, ez, ez, egy gyors segítség tud lenni a gazdaságban, de a monetáris politika is enyhül, ilyenkor már eléri a gazdaság azt a szintet, ahol a Fed, fed pivotál, tehát megtörténik a kamatvágás, az előző kamatemelésnek, a ciklusnak a 180 fordulatát látjuk, tehát enyhül a monetáris politika is, és a készletek és az eladások csökkennek, tehát itt már nincs egy nagy arányú készlet felhalmozás, és nem csak az van, hogy csökkenő ütemben nő az értékesítés, vagy az eladás, mint ugye az előző, tehát a késői ciklusban, hanem a recesszióban konkrétan nem, kisebb mértékben nő, hanem nagyobb, egyre nagyobb mértékben csökken az értékesítés az előző negyedéves időszakokhoz képest. Szóval ezt könnyű felismerni, de ebben az ciklusban most még nem vagyunk. Most átbeszéltük azt, hogy milyen ciklusban, milyen makroadatokra érdemes fókuszálni, hogy az ember térben és időben is el tudja helyezni azt, hogy adott esetben hol van az ő kedvenc gazdasága, az a piac, ahova ő és Én szerintem ezt célszerű bullet pointokba jegyzetelve beépíteni a kereskedési naplóba, és akkor az ember, hogy odalapoz, akkor mindig segít majd a döntéshozatalban, az objektív döntéshozatalban az, hogy éppenségem milyen ciklusban van a gazdaság. De álljon itt most egy olyan mutató, amit nem mi készítettünk, hanem a Fidelity készít frissülő jelleggel rendszeresen a különböző makro adat értelmezések alapján, és ez persze néha késik ez a az indikátor, vagy késik ez a mutató, ezért, és szoktam azt mondani, hogy célszerű manuálisan elvégezni a házi feladatot, de hogyha valaki egy picit ilyen akár kés de szeretne erről egy képet kapni, akkor beépítjük ezt a Fidelity linket a videó alatti leírásba szintén, mert hogy, mert gyakorlatilag a Fidelity képet ad arról, hogy éppen melyik nemzetgazdaság melyik ciklusban van. Itt a korai ciklus ugyanazokat a ciklusokat veszi alapul, amiket mi is vizsgáltunk, hogy a korai növekedésnek a ciklusa, a növekedés tetőzési ciklusa, ugye ez a középső szakasz, illetve a, a kései szakasz, a mérsékelt növekedési ciklus, és aztán a recessziónak a ciklusa. Most, hogyha megvizsgáljuk, akkor Kína az éppen a korai növekedési ciklusába lép be, aztán, ha megvizsgáljuk, akkor India még mindig a növekedésnek a tetőzési ciklusában van, és már halad a kései szakasz, a mérsékelt növekedési ciklus felé, és Japán, meg például Amerika is, az most lépett át így a növekedési tetőzési ciklusból a késői szakaszba, ahol már mérsékelt a növekedés, de még mindig nincs zsugorodás ebből a szempontból. A helyzet az tehát az, hogyha ilyen kontextusba helyezzük, például az usa az előtt kell lehozni a, kétszázalékos célértékre az inflációt, hogy belépne ebbe az úgynevezett recessziós ciklusba, és hát azért sok közgazdás nem téved abban, hogy erre korábban nem volt akkor a lehetősége, mint ma. Ma még tényleg nagy a lehetőség, tehát arra, hogy a puhalandolás, tehát a, a puhalandolásba úgy tudjon belemenni, hogy a, ebben, a, ebben a késői szakaszban, ahol mondom, növekedés van, de a növekedés már jóval mérsékeltebb, tehát az előző negyedéveket nem fejeli le a növekedés, itt ebben a növekedés ciklusban, mérsékelt növekedési ciklusban csökkenjen az infláció, és akkor elkerülhető ez a vaskos recessziós pofon. Japán hasonló ciklusban van most, ő egy egy picit rosszabb állapotban, mert Japánban durvább a GDP arányos eladósodottság, mint az Egyesült Államokban, és hát Japán nominál GDP alapon általában Németország a holt versenyben, hol a harmadik, hol a negyedik, de egy nagyon meghatározó gazdaságról van szó. Tehát senki nem örülne annak, hogyha Japán így belecsusszanna a recesszióban, nem vértünk kezdtek el kamatot emelni az elmúlt időszakokban. És hát most nem beszélek Ausztráliáról, Kóráról, az Eurozónáról, Kanadáról, ők a késői növekedési ciklusnak a végén vannak már közel a recesszióhoz. Itt azért még jelen pillanatban ott tartunk, hogy a Total Money Supply, ez 2 es ilyen globálisan, ez növekszik. Általában ezekben az időszakokban a növekednek a pénzpiacok is, mert hogy oda is befolyik ez a pénzáram, de, de azért egyre több nemzetgazdaság van, ahogy itt most az előbb is néztük, Ausztrália, korea, Eurozóna, az Egyesült Királyság és Kanada, akik már így sodródnak a recesszió felé, és nyilvánvalóan globálisan sem tesz jót a piacoknak, hogyha ezek az egyébként meghatározó gazdasági szereplők belecsúsznak a recesszióba, szóval hogyha mondjuk Amerika puhalandást is hajtana végre, akkor is azért az, hogy a világnak a, a, a másik 50 százalék, vagy nem hogy mondjam, az besodródik egy recesszióba, azért az nyilván nem az, aminek a pénzpiacok úgy nagyon örülnek. Szóval mindenki gyakorlatilag remegő lábakkal nyomja meg a bajgombot az elmúlt időszakokban, hiszen sok eszköz történelmi csúcsára, meg 52 es csúcsokra nő, ugrott, és hát egész egyszerűen azért az feltételezhető, hogy a következő időszakokban nem lesz akkor a beáramló tőke, hogy mindenki ki tudjon kesselni nyereségben. Ezért szisztematikusan itt már elkezdenek nyereségeket kivenni, az intézmények is, olyan nagyobb befektetőket, hát ez azért ezzel, ezzel találkozhattunk a technológia oldalon, nem csak a Warren Buffett kesselt ki az Apple-ből, hanem több intézmény is, több intézményi befektető, vagy mondjuk az, hogy sorosféle családi alapok, szóval, vagy magántőke alapok, szóval igazából itt, itt már tényleg mindenki fél attól, hogy hogy nem lesz, a, aki a nyereségeket kifizeti, és hát ez sokszor meg önbeteljesítő jóslat a piacra nézve. A mai műsorban megnéztük, hogy melyik gazdasági ciklusban milyen makro mutatókat érdemes vizsgálnunk, annak érdekében, hogy ne kövessük el azokat a szarvas hibákat, mint például az overinvested állapotnak az előidézése, amikor úgy fektet, 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 fektet folyamatosan be az ember, akár DC jelege, hogy közben a gazdaság belesodródik egy recessziós ciklusba. De az is hiba szokott lenni, hogy az ember befektetőként szeretne gondolkodni, de nem fektet be azokban az időszakokban, amikor még növekedési ciklus van, mert már túlzottan fél a recessziótól. Szóval ahhoz, hogy ezt kézben lehessen tartani, biztosan nem elég, az ember elolvassa a híreket, mert a hírek ugye miből táplálkoznak, a kattintásokból, és ott arra van szükség, hogy olyan legyen a headline, ami már érdekes, és hát az elmúlt időszakokban például attól zengtek a különböző hírmédiumok, hogy bejelzett egy recessziós indikátor az mert hogy hogy az előző időszakok átlag növekedési ütemét lefejelte x ponttal a munkanélküliség ráta növekedés. Csak hogy ha megvizsgáljuk, és mi ezt megvizsgáltuk az árt anyagunkban úgy prompt, hogy, hogy ezt mi idézte elő, akkor fel tudjuk tárni, hogy hát mitől növekedett az usa a munkanélküliség ráta? Attól, hogy sokkal többen léptek be a potenciális munkavállalók körébe. Miért léptek be többen a munkavállalók körébe? Azért, mert rengeteg migráns, választási évről éven szó, megkapta a munkavállási engedélyt az USA-ban. Az idejében több mint egy millió új munkavállaló lépett be a munkaerőpiacra, és ezeknek több mint a fele az elmúlt két hónapban. Szóval ezt ez azonnal megvizsgáltuk az átközségi anyagainkban annak érdekében, hogy el tudjuk dönteni, hogy a sell amit láthatunk a munkanélküliségi ráta növekedés kapcsán, tehát a recessziós féle kapcsán, az megvehető vagy nem. És úgy döntöttünk az adatok kapcsán, hogy megvehető. De a mások pánikban voltak, ebben gyakorlatilag ebben a recovery fázisban mi gyakorlatilag meg tudtuk venni a piacnak az alját. Ez egy nagyon fontos dolog. Nyilván na, az nem azt jelenti, hogy az ember sebezhetetlen, de, de hogyha idejében föltárjuk a makro adatváltozásokat, akkor idejében tudunk lépni. És ez szerintem nélkülözhetetlen. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok pénz buknak el az emberek azért, mert későn fektetnek be, mert ezt hallják, hogy vegyél, 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 vegyél. Meg azért is, mert nem fektetnek be, hanem még alacsonyabb árakat várnak, aztán elmegy, és drágában veszik meg. Ez kerülhető el akkor, hogyha az ember értelmezi a makroadatokat. Ebben nagyon sokat tudnak szerintem segíteni a zárt községen belül publikált anyagaink, amikkel ténylegesen hétfőtől vasárnapig dolgozunk, különösen úgy, hogy a vasárnapi elemzésünk az vasárnap jelenik meg. Szóval, hogyha hasznos volt számodra a mai videó, akkor megköszönöm, hogy ezt egy láj-kal like visszajelzed, illetve hogyha feliratkozol a csatornára, akkor nem marad le a jövőben az ehhez hasonló hasznos információkról és anyagokról sem. Végezetül pedig a videó alatti leírásban megtalálható a zárt közösségünk hozzáférésé, ugye a Discord szerver hozzáféréssel együtt, ez a Patreon felületünk, a Patreon felületre töltjük fel a különböző anyagainkat, a különböző adatértékeléseket, például most feltöltöttük, hogy mitől ütik le 60 ezer dollár alá a bitcoint, és azt is, hogy mire számítunk, hogy ebből lesz-e utána egy recovery fázis, mert hogy azt gondolom, hogy így teljes mértékben átlátható volt, hogy miért került leütésre, egyébként utólag leszpoilerezhető, hogy a Derivit tőzsdén járt le egy óriás mennyiségű call opció, ami hát igazából, aminek a max pain pontja, a maximális fájdalom értéke az 60 ezer dolláros bitcoinnál volt, tehát e, itt veszítette a legtöbbet az opciós tábor, tehát itt megint azt lehet mondani, hogy óriás lehetett kaszálni a hosszú távú birtokosoknak, miközben azt látjuk, hogy a BlackRock meg folyamatos felhalmozásban van az ETF-ekkel, szóval ez volt az ok, ami miatt bekerült a könyvekbe egy nagyobb mennyiségű eladói halmaz, mind a mellett persze, hogy az USA is nagy mennyiségben mozgatott készleteket, de ez, ez algotrading, meg ez a bulvár jelleg a, a valós az az volt, amit most elmondtam, de ide töltjük fel a különböző piaci elemzéseket, értékeléseket, ha megjelenik egy makro akkor azonnal frissítjük, azonnal elmondjuk, hogy ennek kapcsán mire számíthatunk, ha van egy piaci túlreagálás, akkor azt is elmondjuk, hogy arra számítunk-e, hogy ez egy túlreagálás, amit utána visszakorrigál a piac, vagy nem. Ide töltjük fel a különböző portfólió frissítéseket, a különböző realizálásokat. Most az elmúlt időszaki flash crash-ben volt ö, néhány lépésünk, de szándékosan úgy lépkedünk itt a piacon, hogy meg ö, maradunk nagyon konzervatívak, és ténylegesen úgy ö, állítjuk be a kockátvállásunkat, hogy ez ne legyen túlzó, úgyhogy ö, az ilyen jellegű lépéseket is ide töltjük fel. Azt is levezényeltük, hogy miért vagyunk konzervatívak, hogy miért nem jó az, hogyha túl sok tojást teszünk egy kosárba, hogy miért nem jó az, ha túl vagyunk diverzifikálva, vagy mert hogy akkor a piaci index kockázatát futjuk, szóval ö, ténylegesen nagyon sok olyan tart on one. ami ide kerül feltölt, és a VIP tagság az, amiben minden ide feltöltött anyag elérhető, illetve a videó alatti komment szekcióban pedig elérhető az oktatóanyagaink csomagosított verziója. Én javaslom a gazdasági kurzust elsőként a különböző ciklusokról így mélyebben, szó van benne arról is, hogy melyik ciklusban milyen befektetések válnak igazán jövedelmezővé, illetve van az exit kurzusunk, a szintén a csomagtartalma, ami most nagyon aktuális, mert benne van, hogy milyen metrikák alapján szoktunk kikesselni a piacból, ez szerintem nagyon fontos illetve van a tőzsdei részvénykúzusunk, benne van, hogy hogyan érdemes nyugdíj előtt a karékossági felépíteni, milyen osztalék stratégiák vannak, hogyan kutathatunk alulárazott részvények után, szerintem ez is nagyon fontos és hasznos. Itt van a blokkláncszeremzés kúzusunk, ezek mind-mind-mind videó kurzusok, A blokkláncszeremzés kúzus például 56 videó leckéből áll, megmutatja azt, hogy honnan, hova áramlik a tőke, így a kriptopiacon az osztott főkönyvekben mérhető módon, kikesseltek-e már a nagy befektetők, elhagyták-e már a csónakot. Szóval sok minden adat van, aminek a megfelelő értelmezése segíti a befektetési döntéshozatalt, és ott van gyakorlati kriptotudás, anyagunk lépésről lépésre átveszünk benne, hogyan érdemes kriptózni, projektek után kutatni, portfóliót kiépíteni, és a többi. Ezek mind, mind bármikor visszahallgatható videó Én azt szoktam mondani, hogy az ember sokkal több pénzt hagy benne a piacban, hogyha a hibás döntéseket hoz, vagy hogyha nem veszik ki a tőkét időben, mint amennyibe ezek a kurzusok szoktak kerülni. Ugye ezek azok, amiket ma Érdemes volt így összességében áttekintenünk. Remélem, hogy sok hasznos info elhangzott, és találkozunk legközelebb is. Addig is vigyázzatok magatokra, és további szép napot kívánok. Sziasztok!